Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Mai vendégem, nem is mondom el, hogy ki, csak egy nevet mondok. Az újpesti labdarúgást kedvelők, az újpesti sportot kedvelők biztos tudják, hogy ki az a Weber György. Szia Gyuri, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Megígérem neked, hogy ma nem az újpesti labdarúgásról foglak faggatni, azt majd később, majd egyszer. Most a fociról fogunk beszélgetni, remélem, hogy beszélgetni is fogunk, nem csak te fogsz beszélni. Tehát közeledik az Európa bajnokság, sőt lassan elkezdődik, itt Magyarországon is lesznek mérkőzések. Tehát foci EB a központi téma. Az egyik az, hogy mit szólsz hozzá, hogy végre megrendezik, végre nézők előtt lesznek foci mérkőzések, labdarúgó meccsek. Hát nem csak az EB miatt, így most már ugye májusban BL döntő, Európa Liga döntő, és egy-egy bajnoki mérkőzés is így Európa szerte már nézők előtt, még ha esetleg csökkentett nézők, teljesen más. Már óriási pozitívum, néhány ezer ember, az igazi morajlás, az igazi reakciók, nem a gépi hangok. Hát ez az igazi. Másik sport. Úgyhogy tulajdonképp döbbenet volt, hogy így 2020 körül ezt meg kellett éljük, hogy másfél-két év, vagy másfél-évig bezártságban, idézőjelben. Gyuri, hát ez tudod, az igazi. Mi jutott eszembe? Annak ide, amikor hát sok-sok évvel ezelőtt jártunk edzőtáborozni, és ott voltak, hát nevettünk, hogy zárt kapus edzőmérkőzések. Hát mondom, igen. Kitől dugtok el mit? Na most ez borzasztó, ez most realizálódott, és egy éven keresztül ilyen borzasztó volt. Így van, tehát ez tényleg szörnyű volt. De hát hál' Istennek úgy néz ki, túl vagyunk rajta, tehát egész más. És mondom, itthon hál' Istennek olyan helyzet van, hogy tele lehet majd a Puskás Aréna, ami egy csodálatos dolog. Európa többi városában is, ahol az EB lesz, azért lesznek nézők, úgyhogy valami visszatért, hál' Istennek. Nagyon közel volt a BL döntő, ugye a Bajnokok Ligája döntő, az Európa Kupa döntő, tehát azért hosszú-hosszú hónapokon keresztül a sztárok pályán voltak, eszméletlen mennyiségű mérkőzés van a lábukban. Ezt meg aztán már nem lehetett eltolni, mert hogy az olimpiába belefolyt volna. Mit gondolsz, hogy minőséget tudnak hozni attól még ezek a nagyon nagy futballisták? Hát tulajdonképpen a világeseményeknek ez egy a futballban, igen. Ugye négy évente EB, BB, ez a hátulütője. Hogy gyakorlatilag mire elkezdődik egy EB vagy egy VB, az igazán nagy játékosok, meg nagy, a csapatok nagy játékosai ki vannak zsigerelve tulajdonképpen. De azt gondolom, hogy azért az utóbbi időben már olyan háttérmunka van, rehabilitáció, a pihenés, a felkészítésben, hogy azért a VB-kre meg az EB-kre újra olyan állapotba hozzák a játékosokat. De hát itt most csak egy szűk példa, a belga, a De Bruyne. Szegény. Eltörik az arcsontja két héttel az EB előtt, mert két héttel az EB előtt még Európa Liga döntőt. Tehát azért ez benne van, tehát nem mindenki tudott készülni. Vagy akár mi magyar válogatottunk, ez a néhány nap. Ez azért nem olyan sok mindenre elég, úgy gondolom, nagyon jó dolog. Borzasztó hasznosan ki lehet használni, de 4-5 nap alatt, hát igen, azért nagy csodákat nem lehet összehozni, hogyha mondjuk közben egy új valamit akar a kapitány. Hát hogyha egy folyamatosság van, akkor természetesen jó dolog. Tehát ebben van vita, ugye felmerült, hogy majd a Katarban rendezendő VB januárban legyen. Hát az megint nem tudom, abból mi lesz. De egyelőre azt gondolom, ez így van jól. Hát ezt talán a meccszámot kéne egy kicsit csökkenteni, mert ez azért tényleg abnormális, hogy milyen terhelésnek vannak itt. Egyetlen egy kérdésem van. Közel vagy, hála Istennek, a labdarúgáshoz. Hosszú időn keresztül pályán voltál. Ti is játszottatok mondjuk szerda, szombaton, de most hihetetlen mennyiségű mérkőzés van. Miből vannak ezek az emberek, hogy így bírják? Mert ugye azt ne felejtsük el, hogy ha játszik egy nagy játékos, egy idényben mondok egy számot, 500 meccset,
Jó, 100. Hát az sok, azért sok. A fele, de hát a fele, akkor 50. De az is már egy, ha 50-60 egy két hét van egy évben, minden héten játszik egy meccset, és akkor még ott vannak a válogatott meccsek, és miből vannak ezek az emberek? Hogy, miből a tréningezni már nincs idejük? Hát gyakorlatilag így van. Hát plusz még az utazás, azt se felejtsük el. Igen. Plusz még, hogyha azért sok európai nagy csapatban nagyon sok dél-amerikai, tehát az még egy plusz. Néha én is elgondolkozom ezen. A szerda-szombat még rendben lenne. Igen. De például a brittek, az angolok. Azok aztán. Azok van, még hogy, karácsonykor is játszanak. Hát tehát ott van, amikor heti négy meccs van. Tehát ott van a legnagyobb, és akkor még akartak egy ilyen, akármilyen szuperligát. Tehát ez már azért tényleg a végsőkig a kicsavarás az egésznek, és már ez teljesen az üzlet felé megy. Egyre több hang van. Sztáredzők, a Klopp, hogy ezt nem lehet bírni. Tehát főleg mondom az angolok, mert ott négy sorozat van, csak Angliában szinte. Aztán utóbb. Úgyhogy gyakorlatilag előbb-utóbb, hogy miből vannak, mindenki gondolkozik, hogy mit kaphatnak, mit nem. Ma már azért olyan dopingvizsgálatok vannak, hogy azt kizártnak tartom, hogy ezeket a játékosokat nem szabályosan tuningolják, úgymond, csúnya szóval. De a holdpontok eljönnek. Most a legeklatánsabb példa a Liverpool, amelyik 2 évig letarolta a világot, Angliát, és eljött a holdpont. Az idei szezon sérülések tizedelték, súlyos sérülések, formahanyatlás, fásultság, és már nem, és már nem tudtak. És akkor ilyenkor a falra tudok mászni, hogy leváltják a Kloppot, nem. Miről beszélnek ezek ember? Tehát igazából egy kicsit szerintem csillapítani kéne, és most mondok egy olyan dolgot, amit mint magánember, nem mint futballedző, magánember, unom a mérkőzéseket a tévében. Pont. De annak idején vártuk a szombatot, de nagyon. Jó, tehát más volt a világ. De az, hogy egy nap, 4 ország, 16 bajnokiát meg tudom nézni, unom. Elhiszem. Egyszerűen már mit tudom, hogy rangadók nem hoznak lázba. Tehát ez a magánvéleményem, de szerintem sokan így vannak vele, hogy most már olyan túlkínálat van, hogy egy picit veszti a varázsát. Belekapaszkodok egy szabadba, nem hoznak lázba, de most van egy labdarúgó Európa-bajnokság, ahol a magyar válogatott is pályára lép, nem akármilyen csapatok ellen, ráadásul ugye hát azért Portugália, Németország, Franciaország, tehát az néhány játékos rúgja a labdát ezekben a csapatokban. Ez lázba hoz egy kicsit? Vagy nagyon? Hát nagyon nem. Sokan fognak haragudni rám megint. Szakmailag várom inkább. Igen. Hogy mire lesz elég az a munka, amit ő az utóbbi időben a Rossi csináltatott. Ez azért teljesen átalakította és eltalált valamit. Mert a Nemzetek Ligájába a csoportba kerültünk, EB-re kijutottunk, a VB-selejtezőn már van 7 pontunk, tehát versenyben vagyunk. Volt egy klubcsapatunk is, amelyik elég szépen szerepelt. Tehát effektíve egy felfelé ívelő pályán van a magyar futball, és itt van az, hogy megint az én véleményem. Én azt gondolom, hogy amit a franciaországi EB után mondtam, hogy ennek a hozanatjára leszek kíváncsi. 30 000 magyar szurkoló volt Franciaországban. Azt mondtam, ha ezek a 30 000 ember, csak az a 30, minden hétvégén kimegy egy magyar bajnoki meccsre elosztva, akkor 5 000-es átlag nézőszám lesz, plusz még akik nem voltak Marseille-ban. Ennek ellenére nem volt 2 000-es nagyjából. Tehát hol divat szurkolókkal van tele az ország? Akkor megkaptam, majd most is meg fogom kapni. Ma esti mérkőzésre minden jegy elkelt a Susa stadionba, egy barátság. Jó, ki vannak éhezve. De ezek az emberek, akkor lesz értelme az EB-nek szerintem, és egy jó szereplést ezért várnék, hogy jöjjenek már ki utána a magyar bajnokikra. Nagyon érdekes, szerintem amit mondasz, a kettőt sőt, izgalmas össze, is. És akkor nyilván itt majd jön, hogy más, egy magyar nemzeti... Hát én szerintem meg nem más, mert az a szurkoló, aki kint van, az valamelyik magyar csapatnak szurkol. Az menjen már ki a hétvégén oda is, még ha nem is azt a szív. És akkor itt van a szakmaiság, hogy,
hogy azért az NB1, én nem vagyok megbékélve ezzel a 12 csapatos NB1-gel. Egy csapat megnyeri a bajnokságot 15 ponttal, kettő viaskodik a dobogóért, és utána a többi a kiesés ellen, ami maga után vonja azt, hogy senki nem mer fiatalítani, senki nem mer támadó futballt játszani, mert jó az X, maximum nyerünk 1-0, aztán én vagyok a jó edző. Ha meg kikapunk, de érdekes, amit mondasz. És utána 8 csapat küzd a kiesés ellen, és sehova nem fejlődik. És sajnos ezt én szakmailag a utánpótlás EB-n láttam, az U21-es EB-n. Hogy a szegény Gera hiába akart modern futballt játszatni. Igen. A magyar bajnokság nem készíti fel ezeket a játékosokat. Arra, hogy arra ezt játsszák. A szintre, amit az U21-es EB-n most láttunk. Mondtad, hogy ja Istenem, jó az X, csak nehogy véletlenül valami történjen. Bognár Gyuri mondta, nem mindegy, hány gólt kapunk, a többet rugunk. Akkor most megköszön. Nem lenne baj, hogy Bognár jelentő... Gyuri mit kap 10 éve a magyar futballban? Igen, igen. Ütik, verik. Igen. Mindenneket. Itt van. Ez nem kifutott eredmény. Évek óta a Budaörse, mert fölvál. Aztán lesz majd, lehet, hogy a Paks ebben az évben lesz rottyot. De hogy a Gyuri nem fog a filozófián változtatni, igen, az biztos. Igen. De mondok ellenpéldát. Ide hoztak egy idegen légiós csapatot szinte, Diósgyőrbe, hogy majd a bennmaradás. Az az ember csak a védekezéssel foglalkozott. Kiesett egy Diósgyőr, jó, nem csak az ő hibája. Senki, de én ezt vállalom, a magyar edzők 80%-a, de mindenhol lassan már az utánpótlásba is. Mindenki elmondja, hogy a legmodernebb futballt fogjuk játszatni. Most ezek a szakszavak nagyon divatosak, hogy magasan letámadunk. Erre kérdeztem meg a múltkor az ellenfelünket, hogy hol kékestetőn játszunk, vagy hol. Tehát, de ezek magassal letámadunk, a labda kihozatalunk az a rövid passzos. Hát én nem látom, tehát vagy nem én értek a futballhoz egyáltalán, vagy nem tudom mi, de a mérkőzéseken ez nem köszön vissza a magyar bajnokikon, hogy itt letámadnák a csapatok egymást. Itt mindenki kontrafutballt játszik a bajnok csapat kivételével, de néha már az is. Úgyhogy ezért várom az EB-t, hogy legyen egy jó eredmény, meg borzasztó nehéz csoport. Tehát a realitás az, hogy nem lesz pontunk. De a játék... A játék, igen, hogy felvállaljuk-e. Hogy, és ebben nekem például azért a spanyol bajnokság az etalon, hogy a tök utolsó, mondjuk azt hiszem a Eibar lett a tök utolsó, vért izzadnak ellene a Real Madrid, a Barcelona, mert kikapnak, de a saját játékukat játsszák. Nem azért védekeznek, mert az a taktika, hanem mert rájuk kényszerítik, de amellett, tehát ott mindenki próbálja, nem adja föl, én szerintem. És most már egy évet eltöltöttem az utánpótlás bajnokságban, tehát döbbenten látom, amikor a U18-as bajnokin beállnak a 16-os elé az ellenfelek, és a rúgd előre, fuss utána. Ki fog ebbe fejlődni? Portugália az első mérkőzés. Azt még ma este ugye említetted, hogy lesz egy hogy is mondta Rossi, nem barátságos mérkőzés, mert címeres meccben nem játszunk barátságos meccset. Felkészülési mérkőzés, ahol már lehet, hogy az a csapat fog pályára lépni, amelyikre számít a kapitány. Nem is erről a mérkőzés, az írek ellenire gondolok, hát őket akkor vertük meg, amikor a Holtenger még élt legutoljára. Engem ez a mérkőzés, bevallom őszintén, valóban nem nagyon érdekel. Portugália ellen mit lehet kitalálni? Hát most még az ír meccsre, tehát igen, hogy felkészül. Tehát tulajdonképpen ez meg egy másik érdekes dolog, hogy hát én szerintem egy csapatot úgy lehet tesztelni, hogyha az a csapat játszik. Most oké, hogy a Ciprus meccs természete. Tehát itt már valóban az éles csapatnak kell gondolom játszani. Tehát szerintem, aki ma este az írek ellen kezdi, 80-90%-ban, és feltételezem, ugyanazt próbáljuk játszani, csak itt a pici probléma, hogy az ír stílus, az szöges ellentétje a portugál stílusnak, tehát lehet, hogy annyira nem tudunk felkészülni, esetleg a portugálok ellen kitalált. Meg a franciák ellen meg, sem. Igen. Tehát három olyan világsztár csapat van, amelyik tényleg szenzációs csapatként is, hát egyénileg aztán meg végképp, és mindegyik játssza a futballt, domináló futballt, tehát igazából az írek ellen nem biztos, hogy ezt fogjuk tudni gyakorolni. Szerkezetet igen.
Én azt gondolom, amit azért hallottam már, hogy igen, ki kell menni, és beleállni abba, amit kitalált a kapitány, amit szeretne játszatni. Nyilván a mai futballban már stratégiák vannak, kell alkalmazkodni az ellenfélhez, de nem mindent. Nem mindent feladva, hogy csak azt elemezni, hogy most a portugálok mit csinálnak jobb oldalon, bal oldalon, támadó zónába, közép, hanem megpróbálni, amit mi szeretnénk játszani, aztán majd, hogy ebből mi sül ki. Én azt gondolom, ez sokkal jobban díjazná a közönség is. Aztán természetesen, ha egy bunker futballal elérnénk valamit, akkor meg az eredmény elvinni. De mondom, hosszú távon ebbe nem reménykedek, hogy bunker úgyhogy én bízom benne, hogy bevállal a magyar válogatott egy olyan stratégiát, ami észszerűség határain belül bátor futball. Sokan arról beszélnek, hogy nézik ezt a három, hát tényleg ezeket nem nagyon lehetne elképzelni csoportküzdelmekben, ezt a három válogatottat, és nem elemeznek, ugye, mert Magyarországon, aki szereti a labdarúgást, az mindenki az ért hozzá, ugye azt mondjuk. Én is lehetnék akár szövetségi kapitány, mert annyira értek hozzá Frász Karikát. De azért vélemény van. Van a három válogatott, német, francia, portugál. És érdekes módon nagyon sokan azt mondják, hogy ha valaki ellen, vagy valamelyik ellen, a portugálok ellen érzik azt, hogy a magyar válogatottnak van valami esélye. Te hogy látod ezt? Miért lehet ez? Azért érdekes dolog, mert tulajdonképpen a címvédőről beszélünk. Igen. A címvédőről. Egy Ronaldóval. Igen. Ilyetetlen. De valamiért a portugál válogatott mindig az esélyes ott van, tényleg évtizedek óta, de valamiért sosem mondják azt, hogy a világ egyik legjobb csapat, tehát címvédők, hát ők az Európában, náluk van a serleg. Tehát, és akkor a Manchester City, a Chelsea, meg a top klubok alapemberei. Portugálok. Tehát szenzációs csapat. Talán abból fakadóan bizakodik mindenki, hogy ők játsszák legjobban a futballt. Most ők játsszák a mediterránt, azt a könnyedebbet, nem? Igen, a franciák mit játszanak? Hát a franciák számomra a keret erőssége biztos, hogy a világ legerősebb kerete. Minden posztra biztos, hogy van két világklasszisuk. Hát miről beszélünk? Hát a franciák ugyanígy játsszák, a német futball az meg már a löv óta ugyanolyan szenzációs. Tehát ez már rég nem az a német futball, mint a 70-es években. És még egyet, talán, igen, ha már Lővöt említetted, Lőv Zsolti mondta, beszéltem vele még a BL döntő előtt. És azt mondta, hogy hát a német válogatottat azt nagyon-nagyon tessék majd figyelni, mert Joachim Jogi Löw utoljára ül a kispadon. És hiány, akármiről beszélünk, ezek a sztárok, német labdarúgók meg fognak dögleni a kapitányukért. Hát milyen érdekes ez, nem? Az is, meg arról nem is beszélve, hogy egy viszonylag fiatalabb csapat, nyilván van benne rutinos is. Hát visszahozta, egy-kettőt visszahoztak. Visszahozott, igen, nyilván meg volt az oka rá. Hát azért a Bayern szereplése. De olyan fiatalok, akik már 20 évek elején vannak, de már nyertek nagyon sok mindent, már majdnem világklasszis kategória, és akkor itt jön, hogy viszont nem is német, mert színesbőrű, jobb szélső, bal szélső, tehát ez már rég nem a Gündogan a középpályán, tehát ez már rég nem az a GPS német futball, hanem azt, amit a németek mind, az a precíz fegyelem, most már ötvözve van egy olyan brilliáns technikai plusszal, amit ezek a bevándorló szülőktől, vagy hát nyilván... Hát németek már ők bőven. Németek, de mégsem az a genetikailag igen. Szintiszta, és ez az ötvözet, ez borzalmasan erős csapat. Igen. Tehát ez szenzációs. Hát a franciák ugyanez. Akkor, és nem beszéltünk a többi csapatról még, mert hát azért micsoda, hát tényleg nem akarom mondani, hogy milyen, mindenki tudja, hogy ez Európa bajnokságon milyen csapatok vannak. Itt a végére, Gyuri, beszakmázhatnánk és beszélhetnénk még reggelig, remélem lesz rá még lehetőségünk. Itt az EB alatt is akár nagyon szívesen látlak még a csoportmérkőzések után, hogyha ezt a randit meg tudjuk beszélni. Persze. Akkor ezt már le is kötöttem, ez ügyes volt. Szóval,
Itt a végén nem kérek végeredményt, nem a magyar válogatott mérkőzéseire gondolok. Szerinted melyik négy csapat jut a négy közé ebből a... Tehát oda. Franciaország mindenképp nálam, még a végső győzelemre is talán a legnagyobb százalékban őrájuk tippelnék. Németország. Várj, akkor mi már nem tudunk tovább jutni a csoportból, hogy ezt a kettőt mondtad. Jó, igen. De akkor lehet, hogy akkor a portugálok se. Igen. Igen, igen. Én az angolokban látok nagy perspektívát ebben a mostani angol válogatottban. Tehát a meglepetés kategóriát tőlük várnám. És ugye hát a negyedik... Nagyon sok függő, most én nem tudom, milyen ágak vannak, mert lehet, hogy nem, most olyat nem mondok... Nem számít, nem érdekes. Olyat mondok, ami nem jöhet létre. De egy spanyol holland duóból az egyik. Az egyik. És akkor én most itt tényleg a leges legvégén, ha ez a nálam Európa, ha nem a világ egyik legjobb irányítója, De Bruyne, egészséges lenne volna és tudna játszani a belgák, az én szívem csücske csapata. Abszolút, tehát látod, ki is hagytam. Borzasztó erős svájci válogatott van. A horvátok. Tehát itt annyi minden történhet, most itt hirtelen ezt a négyet kellett mondani. Akkor könnyítek a dolgodon, szembesítelek majd a csoportmérkőzések után, hogy mit mondtál, felvétel van, eltesszük. Gyuri, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Azért ülj le, és nézzük a meccset, és szurkoljunk a magyaroknak, hogy te lásd olyat, ami miatt majd érdemes lesz kimenni az NB1-es meccsekre, én pedig hát hagyd rágjam le a körmömet, ha már címeres meccbe játszanak a fiúk. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Most nem újpestesztünk, majd annak is eljön az ideje. Kívánom neked, hogy szerezzen örömet a labdarúgó Európa-bajnokság, és találkozunk a csoportmérkőzések után. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt az Újpesti Sport erre a hétre. Itt megbeszéltem egy rendezvút Weber Györggyel, úgyhogy a csoportmérkőzések után ismét találkozom vele, önökkel pedig majd a jövő héten, és addig nagyon vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!